Csapáti Hagyományőrző Néptánc Együttes 1938-ban jött létre, majd 1993-ban alakult újjá, és működik azóta folyamatosan a helyi művelődési ház és könyvtár hagyományőrző művészeti közösségeként. Az együttes legfontosabb célkitűzése a gencsi és a vasi táncok hagyományos megőrzése, színpadra állítása. A csoport tagja a Muharai Elemér Népművészeti Szövetségnek és a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetségnek. Az együttes számos hazai és nemzetközi néptáncfesztiválon, néptáncantológián, táncház találkozón képviselte szűke pátriáját és Magyarországot. Többszörösen kiválóan minősültek hagyományőrző tevékenységükért elnyerték a Muharai és a Csokonai díjat. Az együttes vezetője Varga Albin, művészeti vezető Molnár Péter és Györke Eszter. Kísér a Bogja Népzenei Együttes. Thank you.
Thank you.